Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Na hát jó érünk van, mert a vírusválságban sem állt le az innováció, sőt, javultunk is egy bizonyos listán. Ez a Szellemi Tulajdon Világ Szervezete által minden évben elkészített lista, a gazdasági innovációs teljesítmény több dimenzióban értékelik egy globális innovációs indexel. És a 2021-es rangsorban Magyarország a tavaly elért 35. helyéről egyet előre lépett az összesítésben, ami nagyon szép teljesítmény ahhoz képest, hogyha megnézzük, hogy milyen körülmények között történt mindez. Erről fogunk beszélgetni Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Mit kell tudni erről az értékelésről, a világszervezetnek ez az indexe, ez mit mutat, vagy a módszertanról tudunk-e valamit, hogy hogyan mérik azt, hogy egy adott országban az innováció éppen milyen szakaszban áll, és ennek megfelelően hogy állítják fel ezt a rangsort? Ezt minden évben összeállítja a Szellemi Tulajdon Világ Szervezete ezt a rangsort. 180 ország körül szokott lenni a megmért gazdaságoknak ilyen irányú teljesítménye, az innovációs teljesítménye. És alapvetően 7 nagyobb szempontot vizsgálnak, ilyeneket például, mint az innováció infrastruktúra környezete, a keletkezett tudás, annak hasznosítása, vagy olyan típusú kérdések, hogy milyen jellegű a szellemi, illetve a kompetenciában megjelenő, az innovációhoz kapcsolódó érték az adott országban. Nagyon sok szempontot vizsgálnak, nagyon sok szempont mentén értékelik ezeket a fő meghatározó tényezőket. Viszont ebben az értékelésben azért azt is látni kell, hogy ezek olyan jellegű számok, amelyek voltak éppen az adott ország számára egy jó visszajelzést adnak, egyfajta tükröt arra, hogy hol tart ebben a folyamatban. Hogy mit kell fejleszteni, igen. Egyrészt, hogy mit kell fejleszteni, mert hogy vannak benne olyan jellegű kinyilatkoztatások, tehát nem csak egy számot kapunk, ami arról szól, hogy mit tudom, 34. az ország a 180-as listán, hanem az is, hogy melyek azok az erősségek, és melyek azok a gyengeségek, amelyeket ilyen értelemben figyelembe kell venni, és különböző fejlesztéseknél, vagy az innovációhoz kapcsolódóan azokban a programokban, amelyeket az adott állam szeretne megvalósítani, melyekre lehet támaszkodni. És ebben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszkén jelezzük, vagy mondjuk, hogy itt a szellemi tulajdonnak a kérdése, a szellemi tulajdon jogokból származó bevételeknek a nagyságában Magyarország ezen a 180-as listán a 17. helyen van. Ez tényleg szép, igen. És ez egy olyan jellegű erősség, amire mindenképpen lehet támaszkodni, de hogy mondjuk egy gyengességet is, megállapítja nyilván ez a rangsor azt is, hogy abban, hogy eredeti trademarkkal rendelkező, tehát védjegy oltalommal rendelkező hazai nagy márka, az nem nagyon van. Emiatt aztán nyilván a kapitalizációja, illetve a piacon történő megjelenése a hazai ilyen jellegű oltalmaknak nem nagyon szerepel, itt eléggé el vagyunk maradva, majdnem 80. helyen van az ország, tehát azért van miben. Hát és ez pont javítani. Nem az a terület, ahol nagyon gyorsan lehet javulást elérni. Hát igen, ez azért régóta megvan ebben a szempontban a lemaradásunk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek azok a nemzetközi tendenciák vagy trendek, amiben érdemes oda pakolni kvázi ilyen értelemben magunkat. Kikre kell nagyon felnézni, akik a rangsor elején vannak? Mely országok ezek? Hát a rangsort elég régóta azért most már egy viszonylag szűkebb csoport viszi vagy határozza meg. Európában itt nagyon erőteljes a Svájc, Svédország, de aztán az Egyesült Államok, nyilván az Egyesült Királyság, de hát ázsiai oldalról például Dél-Korea van fent a top 7 tájékán. A mi esetünkben ez a rangsor, csak hogy el tudjuk helyezni magunkat, olyanokat előzzünk meg, mint a litván világot, akik ugye arról híresek azért, hogy innovációban elég jó dinamikát futnak, de Lengyelországot, Oroszországot, Szlovákiát is megelőzzük ebben a rangsorban.
kétségkívül nem minden tényezőben, tehát vannak nagyon jó tényezőink, és ezt leginkább ilyenekre kell gondolni, hogy a tudás és a technológia hasznosításában van egyfajta, vagy eredményességében van egyfajta pozitív előjelű, abban általában majdnem minden egyes szempont az jól mérhető. Ennek része például az, hogy a szellemi tulajdonjogok hasznosításában azért előrelépett az ország, és erre azért mi, mint a hivatal, ilyen értelemben nagyon büszkék vagyunk, mert ez az, amit állandóan hangsúlyozunk, és állandóan mondunk, hogy a szellemi tulajdonjog ilyen értelemben versenyképességet befolyásoló tényező, és hogyha egy vállalat, vállalkozás, egy kutató hálózat, egy kutatóhely rájön arra, hogy az, amit létrehoz, az oltalommal védhető, és az az oltalom olyan jogokat ad, amit utána tud hasznosítani, ez mindenképpen egy nagyon fontos előny. Nyilván ezen is van mit javítani, mert itt is benne van még az a kérdéskör, hogy hogyan lehet igazából a szellemi tulajdonnak ezt a jogát valamiféle fajta üzleti értékké formálni, mit is jelent mondjuk egy startup életében a szellemi tulajdonjoghoz kötődő cég érték, mennyit is ér az ő ötlete, mennyit is ér az ő brandje vagy márkája. Ezt ezekből a rangsorokból azért elég szépen lehet látni, hogy nagyon komolyan értékelik nemzetközi szinten is, és a szellemi tulajdon világszövetségének is nagyon fontos szempontrendszerei között ez is megjelenik. Igen, hát nem mindegy ugye, hogy mekkora KFI összeg, vagy ráfordított összeg megy be egy országba, Svájc, Svédország, Egyesült Államok, hát azért gondolom Dél-Korea, azért elég masszív összegekről beszélünk, tehát ilyen szempontból nehéz is összehasonlítani Magyarországgal. Meg hát az is érdekes, hogy mekkora ennek a startup ökoszisztémának az ilyen jellegű tudatossága, vagy mennyire van standardizálva az, hogy például egy tőkeinjekciónál elvárás az, hogy megtörténjen ez a szabadalom. Abszolút. Magának a szabadalomnak is, vagy az új ötlet megoldáshoz kapcsolódó különböző oltalmaknak a szerzése, de a másik része az, hogy ezt valamilyen formában be kell tudnunk árazni. És azt kell tudnunk mondani, hogy itt a lást például a lengyeleknél az egy nagyon erőteljes szándék volt, és nagyon ügyesen is csinálták, hisz ők gyakorlatilag azzal, hogy beengedték a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó cégértéket a vállalkozásokba, innentől kezdve azaz értékelték a szellemi tulajdonjogokat pénzügyi szempontból is, gazdasági szempontból, hogy ez mit ér. Innentől kezdve a tőkevonzó képességük javult meg a lengyel közép-kis vállalkozásoknak, és azért a közép-kelet-európába áramló középvállalati tőkének a 70%-át ők viszik el. És azért ez nem mindegy ilyen értelemben, hogy ténylegesen tudjuk-e hasznosítani azt a tudást, ténylegesen tudjuk-e hasznosítani azt az innovációs eredményt, amit létrehoztunk. Ez a nagy kérdőjel, ez a nagy kérdés, és ez a nagy feladat, amit igazából meg kell ugranunk, és nem indulunk rosszul. Tehát az az ugródeszka, amin állunk, az most jó helyen van, és szerintem jó irányba is tudunk elvetődni, tehát alattunk valóban a medence van, és nem a beton. Igen. Szuper. Nagyon ügyesek a lengyelek, de mi még őket is megelőztük a rangsorban. És amikor azt mondja, hogy nehéz körülmények között történt mindez, akkor azt hiszem ez a szám elég beszédes, ami arról szól, ugye, hogy a tavalyi eredményein összesen 10 európai ország tudott javítani, és ezek között vagyunk mi is. Igen, és ez egy fontos üzenet, hogy az a fajta szemlélet, aminek a közvetítése ilyen értelemben nagyon fontos, elindult, beszélünk róla, kell is, hogy beszéljünk róla, hogy a szellemi tulajdon jogokhoz kötődő kérdésköröknek a fontossága egy gazdasági szereplő életében mit is jelent. Ezek azok a tényezők, tudom, hogy csak pici tényező a teljes innovációs térben, de nagyon fontos tényező ahhoz, hogy ezekben a mutatókban is például erőre lehessen lépni. Nyilván, ahogy az európai innovációs mutatószámrendszer, akár ez a szellemi tulajdonvilág szervezetének a mutatórendszere, egy-egy visszajelzés, egy-egy tükör arra vonatkozóan, hogy mit is csinálunk, és hogy jó irányba haladunk-e. Igazából azt gondolom, hogy ez a fontos ebben az egészben, hogy erről az jön le, hogy van mit javítani, tudjuk is, hogy hol kell, és ilyen értelemben érdemes is lépni, mert ezek a visszajelzések nagyon pozitívak abban az értelemben, hogy mit is lehet tenni. Nekem a világszervezetnek az egyik igazgatója külön gratulált a magyar teljesítményhez, ami ilyen értelemben számunkra is nagyon komoly büszkeséget jelent. Ezt mi is szeretnénk megtenni, bár mi kisebb potentátok vagyunk, de feltétlenül az elért eredményekhez, ugye, ahogy hallhattuk, a hivatalának nagyon fontos hozzájárulása volt, úgyhogy mi is gratulálunk. Köszönjük a beszélgetést, és szép napot kívánunk! Köszönöm szépen én is! Viszont hallásra! Viszont hallásra!
Bobázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk. A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti